Az Óbecsei Egészségház Óbecse község rendkívüli helyzetek községi törzskarának eljuttatott keddi adatai szerint az elmúlt 24 órában Óbecse községben 9 személyt teszteltek szerológiai gyors teszttel, akik közül 2 pozitívak a koronavírusra, de kórházi kezelésre nem utaltak senkit. Azokat a polgárokat, akiknél fennáll a COVID-19 fertőzés gyanúja, illetve akik feltételezhetően kapcsolatba kerültek a fertőzött személyekkel, 14 napos karanténba helyezték. Óbecse községben a járvány ezen hullámának kezdete óta az Óbecsei Egészségház COVID rendelőjében elvégzett gyors tesztek alapján összesen 104 koronavírussal fertőzött személyt tartanak nyilván. Az Innovi textili vállalat gyártó üzeme, amely az olasz Norman Group részét képezi, júniusban kezdte meg a munkát. Ebbe az óbecsei ipari övezetben található üzleti és termelési komplexumba körülbelül 8,2 millió eurót fektettek be. Jelenleg 80 személyt foglalkoztatnak. A tervek szerint pedig az idei év végéig ebben a gyárban mintegy 200 ember kap majd munkát. Az év végéig tervezzük befejezni a beruházási ciklust. Jelenleg körülbelül 80 embert képzünk, és maximálisan körülbelül 300 embert tervezünk foglalkoztatni. Remélem, hogy ez év végére még 150-200 személyt tudunk alkalmazni. Jelenleg a termelés csak egy része látható, amely varrással és csomagolással foglalkozik, és a tervek szerint kötött tárú részleget és textil festési részleget is megnyitunk, ahol a munka a legújabb szabványok szerint történik majd. Egyébként a Norman Group vezetőhelyen szerepel Európában a varrat nélküli fehérneműk gyártásában, amelyeket speciális, innovatív technológiával készítenek. Olaszországon kívül számos gyártóüzemük van a Cseh köztársaságban, valamint Romániában, és jól ismert nemzetközi márkáknak dolgoznak. Ami a hosszú távú terveket illeti, azt mondhatom, hogy nem korlátozzuk a beruházásainkat. Már gondolkodtunk a jövőbeni bővítésről, mivel van földterületünk, melynek segítségével megduplázhatjuk a jelenlegi kapacitásunkat. Mégis egyelőre úgy véljük, hogy a 300 fős üzem jó kiinduló pont, de még az sincs kizárva, hogy a jövőben még több embert fogunk foglalkoztatni. A gyárban elmondták, hogy a munkavállalók képzése körülbelül egy évig tart. Jelenleg a német piac igényeinek megfelelő női fehérneműket varnak az óbecsei gyárban. Ám a sportruházat és a kötött tárú is hamarosan bekerül az olasz cég gyártási sorozatába. Elégedettek vagyunk, de még nagyon az elején tartunk. Ez egy új vállalat, és reméljük, hogy majd minden gyorsabban, jobban, hatékonyabban megy majd. Mi az ön munkája? Van-e már korábbi tapasztalata? Igen, van már tapasztalatom, ugyanis a textiliparban dolgoztam, jelenleg pedig a szegélyvaráson dolgozom. Az Innovi textili üzemben elmondták, hogy nagy figyelmet fordítanak a munkahelyi biztonságra, különös tekintettel a koronavírus elleni küzdelemben alkalmazott védőintézkedésekre. A vállalatban dolgozom már 1 éve és 3 hónapja, állandó munkaviszonyban. Itt a munkahelyi biztonsággal és a munkavédelemmel vagyok megbízva. A főnök kitűnő, és nagy figyelmet fordít a munkavédelemre és biztonságra, különös tekintettel a jelenlegi járványügyi helyzetre. Tiszteletben tartja az összes szerbiai törvényt. Vásárlóink további óvintézkedéseket követelnek, amit hazánk nem kér, de mi a vásárlók igényeit is tiszteletben tartjuk. Tehát arra törekszünk, hogy a munkavédelmet és biztonságot minél magasabb szintre emeljük. Egyébként a gyárban jelenleg mintegy 10 munkahely áll rendelkezésre. A pályázat többek között nyitva áll úgy az üzemi munkások, mint a menedzsment előtt. A köztársasági nyugdíj és rokkantbiztosítási alap pályázatot írt ki a nyugdíjasok számára, akik szeptember 7-éig jelentkezhetnek 10 napos ingyenes rehabilitációra országunk 25 gyógyfürdőjének egyikébe. Mindazon nyugdíjasoknak jogukban áll jelentkezni a pályázatra, akiknek nyugdíja nem haladja meg a 27.775 dinárt,
áll a közleményben. Ezen kívül azok a nyugdíjasok is jogosultak a jelentkezésre, akik ezt a jogot a nemzeti szabályozás alkalmazásával és a nemzetközi megállapodások alapján gyakorolják, feltéve, hogy ezeknek a nyugdíjaknak az összege nem haladja meg a 27.775 dinárt. A kérvényhez csatolni kell a nyugdíj összegéről szóló csekket, a nemzetközi megállapodások alapján realizált nyugdíj összegének igazolását, a rendelkezésre álló orvosi dokumentációt, amennyiben a felhasználó rendelkezik ilyennel, és egy kitöltött jelentést az előírt formanyomtatvány nyilatkozatával, ha a rehabilitációt igénybe kívánják venni, pontosították az alapban. Az ingyenes rehabilitáció magában foglalja a szállítási költségeket, a buszjegyárát, illetve másodosztályú vonatjegyárát. Az alap fedezi továbbá a gyógyfürdőben való szállás és teljes ellátás költségeit, valamint egyes gyógyfürdőkkel kötött szerződés alapján egyedileg meghatározzák a kezelések terjedelmét, amelyeket minden felhasználónak meg kell kapnia. A ranglista sorrendjét befolyásolja a nyugdíj összege, a biztosítás időtartama, a nyugdíjhasználat időtartama, valaki más gondozásához és segítségéhez való jog, valamint a családi nyugdíjhoz való jog. Olyan felhasználó számára, aki ezt a jogot gyakorolta gyermekként, aki nem képes önállóan élni és dolgozni. Egyazon feltételek mellett az idősebb nyugdíjasok előnyt élveznek. A nyugdíjas szervezetekben a tagság nem feltétele e jog gyakorlásának. Értesítik azokat a diákokat, akik Óbecse község területén állandó lakcímmel rendelkeznek és rendes tanulói a Szerb Köztársaság költségvetéséből finanszírozott valamely középiskolának, hogy Óbecse község társfinanszírozza és megtéríti a helység közé napi utazás szállítási díját, azaz a hónapos jegyek árának költségeit, a lakóhelytől az iskoláig. A helység közi forgalomban történő napi szállítás költségeinek megtérítésére irányuló kérelmet az előírt formanyomtatványon kell benyújtani, Óbecse község közigazgatási hivatalában, a községháza épületében, a Felszabadulás tér 2-es szám alatt. Községi Szolgáltató Központ 7-es iroda 1-es pultja, a földszinten 10 és 13 óra között. A kérvények benyújtási határideje szeptember 18-a, 13 óráig, függetlenül az átadás módjától. A kérvény mellé csatolni kell a kitöltött formanyomtatványt, az egyik szülő gondviselő személyi igazolványának fénymásolatát, ha az okmány csippel rendelkezik, akkor annak leolvasott változatát, ha pedig csip nélküli, akkor mindkét oldalát le kell fénymásolni. Továbbá a tanuló személyi igazolványának fénymásolatát, amennyiben van neki, ha az okmány csippel rendelkezik, akkor annak leolvasott változatát, ha pedig csip nélküli, akkor mindkét oldalát le kell fénymásolni. Valamint az iskola igazgatóságának igazolását a beiratkozásról a 2020-2021-es tanévben. A hálózaton folyó tervezett szerelési munkálatok miatt csütörtökön, augusztus 27-én áramszünet lesz Péter Réve egyes háztartásaiban. 9-től 12 óráig áram nélkül maradnak a Jován Zmáj utca egy szakaszán a Vásártér felé, a Dr. Kis Imre utca egy szakaszán Óbecse felé, a Ciráki Fetter Imre utca egy szakaszán a Dr. Kis Imre utcától a Blagoje Brancsics utcáig, a piac körüli részen, valamint a Makádi telepen.